két tűzoltó meghalt és egy megsebesült, amikor tűzoltó autójuk összeütközött egy éppen felszállni készülő repülőgéppel Peruban. A dél-amerikai országban egy súlyos buszkatasztrófa is történt, és erős földrengés is volt. Biztonsági kamera rögzítette a pillanatot, amikor a repülőgép nekicsapódott a tűzoltó autónak. Sajtóhírek szerint a tűzoltók gyakorlatot tartottak, és engedélyük volt a kifutópálya használatára. Azonban a LATAM légitársaság Juliacai járata is zöld utat kapott a légirányítástól. A tűzoltók közül ketten a helyszínen meghaltak. Egy harmadik túlélte a szerencsétlenséget, őt kritikus állapotban szállították kórházba. A repülőgép kigyulladt és óriási lángokkal égett. A füstoszlop magasan a légi kikötő fölé szállt. A gépen 102 utas és a 6 fős személyzet tartózkodott, többen súlyosan megsebesültek. Hamarosan mentők lepték el a repülőteret. Elővigyázatosságból a repülőgép minden utasát kórházba vitték kivizsgálásra. A repülőtéren vasárnapig minden járatot töröltek, az utasok poggyászaikkal kezükben várták a híreket. A perui elnök részvétét nyilvánította az áldozatok családtagjainak, és a történtek mielőbbi kivizsgálását sürgette. A repülőteret üzemeltető vállalat már vizsgálja a tragédia körülményeit. Együttműködünk a hatóságokkal, bármilyen felelősséget készek vagyunk vállalni. A vizsgálat azonban jelenleg is folyik, mondta a szóvivő. Az utasszállítót üzemeltető légitársaság szerint a repülőgép kifogástalan állapotban volt. Sajtóértesülések megerősíteni látszanak a gyanút, miszerint emberi mulasztás okozta a katasztrófát. A Limától északra fekvő La Libertad megyében is súlyos baleset történt. 11-en meghaltak és 19-en megsérültek, amikor egy távolsági busz kisodródott egy kanyarban és felborult. A perui hírügynökség összefoglalója szerint gyakoriak a panaszok a busztársaságra, nem biztosítják a szükséges pihenőidőt a sofőröknek, akik közül sokan telefonálnak vezetés közben. A balesetek mellett természeti katasztrófa is sújtotta Perut. Piura régióban egy 4,1-es erősségű földrengést mértek, károkról egyelőre nem érkezett jelentés.